Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, amelyben a kúp felszínét és térfogatát számoljuk. Aktuális feladatunkban megismerkedünk a forgástestekkel. Egyenlő oldalú háromszög, melynek oldala 4 cm, forog az egyik oldala körül. Számítsd ki az így kapott alakzat felszínét és térfogatát. Amit tudunk ebben a feladatban, hogy van egy 4 cm oldalú háromszög. Ezek alapján ki kell számítani a felszín térfogatot, illetve minden, ami hozzá tartozik, alapterület, palásterület, illetve a kúppal kapcsolatos elemeket, sugár, alkotó és magasság. Rajzoljuk le ezt az egyenlő oldalú háromszöget, és próbáljuk meg forgatni ezt a háromszöget valamelyik oldala körül. Teljesen mindegy, hogy melyik oldala körül, hát legyen mondjuk rá az alapja körül, ami azt jelenti, hogy az alapjához kell, hogy illesszük a tengelyt, ami körül majd forog ez a háromszög, és ezt a háromszöget, hogyha forgatjuk a tengely körül, akkor láthatjuk, hogy egy forgástestet fog leírni. Jelen esetben ez a forgástest két kúbból fog állni. Íme itt látható a bal oldalon, illetve jobb oldalon keletkező kúb. Ennek az alakzatnak, összetett alakzatnak, amely természetesen illeszkedik egymáshoz, én csak azért, hogy érzékeljük őket, azért rajzoltam külön-külön, ennek az alakzatnak kell, hogy kiszámoljuk a felszínét és térfogatát. Vegyünk alapul egy kúpot, hiszen abból már könnyebben tudunk számolni. Figyeljük meg, hogy a mi keresett kúpunk megfelelő elemei, minek felelnek meg a háromszög esetében. Vagyis nézzük meg, hogy a kúp sugara, kis r, mi lesz a háromszög esetében. Hát láthatjuk, hogy ez valójában a háromszögnek a magassága lesz, tehát be is írhatjuk, hogy ez a kis h. A kúpnak a testmagassága, nézzük a kis háromszög esetében, ez az oldalnak a fele, vagyis a per 2. És a harmadik elem, az alkotó, minek felel meg az alkotó a háromszög esetében? Hát a teljes A oldalnak, tehát ez lesz az A oldal. Amit tudunk, az az A oldal, tehát a magasság és az alkotó már úgymond kiszámítható, míg a háromszögnek a magassággal van szükségünk, hogy megkapjuk a kúpnak a sugarát. Egyenlő oldalú háromszög esetében tanultuk, hogy a magasságot kiszámíthatjuk az A-szor gyök 3 per 2 képlettel. Ha tudjuk, hogy az A oldal 4 cm, ezt ide behelyettesítve, 4-szer gyök 3 per 2, a 4-est és a 2-est, ha leegyszerűsítjük, azt kapjuk, hogy a magasság 2-szer gyök 3 cm. Így már ki tudjuk számítani, illetve föl tudjuk írni a sugárnak az értékét. A sugár 2-szer gyök 3 cm. A magasság az A oldalnak a fele, 4-nek a fele az 2 cm. Az alkotó ugyanannyi, mint az A oldal, tehát 4 cm. Hát íme szinte alig kellett valamit számolni, viszont a megfelelő rajz alapján fel tudtuk írni a sugár, a magasság és az alkotó értékét. Innentől kezdve már könnyű lesz, ki kell számítani az alapterületet, palásterületet, felszínt és térfogatot. Kezdjük az alapterülettel. Képletünk R négyzetszer pi, vagyis 2-szer gyök 3, ezt az egészet négyzetre kell, hogy emeljem, és pi. Külön a 2-est, külön a gyök 3-at négyzetre emeljük, 2 a négyzeten az 4, gyök 3 a négyzeten a gyök és a négyzet leegyszerűsül, marad csak 3. Tehát az alapterületünk 12 pi négyzetcentiméter. Nézzük a palásterületet. R-szer pi-szer s. Vagyis a sugár 2-szer gyök 3, az alkotó 4, racionális részeket összeszorozhatjuk, 2-szer 4 az 8, gyök 3-at és pi-t pedig csak lemásoljuk. Így tehát a palásterületünk 8-szor gyök 3 pi négyzetcentiméter. Mielőtt a felszínt és a térfogatát kiszámolnánk, nézzünk még egyszer a mi aktuális alakzatunkat. Láthatjuk, hogy két kúp található itt, mi valójában az eddigiek folyamán egy kúpnak az adataiból számoltuk az alapterületet, palásterületet. Ezek szerint, ha most a felszínt szeretném kiszámolni, figyeljünk arra, hogy az alapterületek eltűnnek, hogyha ezt a két kúpot összeillesztjük, tehát a felszín valójában csak az egyik palást,
plusz a másik palást, de mivel mindkettőnek ugyanannyi a palást területe, mondhatjuk, hogy a felszín egyenlő lesz a kétszer a palást területtel. Az alapterületek eltűntek. Vagyis a felszín kétszer 8-szor gyök 3π, úgy szintén a racionális részeket, ha összeszorozzuk, megkapjuk, hogy a felszín 16-szor gyök 3π négyzetcentiméter. Ami a térfogatot illeti, ha össze is illesztjük őket, itt nem fog semmi sem eltűnni, mondhatjuk, hogy a térfogat egyenlő lesz egy kúpnak a térfogatának a kétszeresével. Vagyis kétszer, és most írjuk az általános képletet, alapterület szorozva magasság per 3. Ha behelyettesítünk, alapterületünk 12, a magasság 2 per 3, és az egészet szorozni kell 2-vel. Szerencsére a 12-t és a 3-at le tudjuk egyszerűsíteni, megvan benne 4-szer, így ha összeszorozzuk a 2-t a 4-el és a 2-vel, 2-szer 2 4, és 4-szer 4 az 16, tehát a végeredményünk, ami a térfogatot illeti, 16π köbcentiméter. Láthattuk, hogy forgástest esetén a legfontosabb része a feladatnak, hogy a kúpnak az elemeit fölírjuk az adott háromszög segítségével. Tehát konkrétan a sugár, a magasság és az alkotó értéke az, ami a legfontosabb, utána már könnyűszerrel ki tudjuk számítani a különböző területeket, felszínt, térfogatot. Leckénk végéhez is értünk, köszönöm a figyelmeteket!